Üdvözlök mindenkit ezen a csodás pénteki napon, holnaptól indul a hétvége, kivárja, vagy inkább ki nem várja. Hogyha új vagy ezen a csatornán, akkor gondolkodj el a feliratkozáson, ugyanis minden pénteken igyekszek egy ilyen YouTube videót megosztani, ahol néha informatív, néha szórakoztató, néha pedig informatív és szórakoztató videót fogsz látni. A mai alkalommal az izületek izületi fájdalomról, izületi problémákról fogunk beszélni, és azoknak a kezeléséről, illetve el fogom mondani a tapasztalataimat, úgyhogy ez a videó kettő részre lesz bontva. Kezdjük is hát az első résszel, izületi fájdalmak, mitől alakulhat ki, és mit tegyél ellene. Rengetegen írtok e-mailt nekem, izületi fájdalmakkal kapcsolatban, és, és nem a 60-70-80 éves korosztályra értem, hanem a 10 éves korosztályra, vagy 20 éves korosztályra, akiknek már most fáj a csuklójuk, könyökük, térdük, és nem tudnak el vele mit kezdeni. Nyilvánvalóan itt súlyos edzés miatt alakul ki náluk ez. Körülbelül 90 ban Nyilván van az, amikor mondjuk teljesen más sportbaleset, sportsérülés által keletkezik az, mondjuk egyszerűen egyszer valakinek, hogyha eltörik a lába, utána nyilvánvalóan, hogyha mondjuk itt a térnél törik el a láb, akkor ugye olyan szinten sérülhet a, a tértkalács, hogy azt műteni kell, és ugye azzal nem tudunk túlságosan mit csinálni. Viszont itt az emberek többsége az, hál' Istennek nem sport, sérülés, szenvedés, úgy fáj az izülete, hanem egész egyszerűen nagy súlyokat használnak, szabálytalanul végzik a gyakorlatokat, nem odafigyelve, és tényleg csak a súlyjal foglalkoznak, hogy milyen nagy a súly, minél több súlyt emeljen, és a többi. Iszületi fájdalmak 99%-a, és én ezt ki is merem jelenteni, hogy a túl nagy súly használat miatt van. Ha derekat fáj, és életeben emedzettél, és túlsúlyos vagy, az is a súly használat miatt van, igaz? Akkor nem a súlyozás miatt, hanem a saját testsúlyod miatt. De itt a lényeg, hogyha Kornitermi edzésről, vagy súlyzós edzésről beszélünk, hogy mindig olyan súlyt válasz, ami, én azt mondanám, hogy szabályosan tudsz belőle csinálni legalább 6 ismétlést. És ezért is van az, hogy én a saját programomat úgy építem fel, hogy nagyon ritkán csinálok ilyen 10 ismétlésszám alatt. Tehát néha, néha leszoktam én is menni 6-8 ismétlésre, de az esetek 99%-ában 12-16 ismétlés szám között néha, néha 20 ismétlést is csinálok bizonyos gyakorlatokból. Csökkensd a súlyt, növeld az ismétlés számot és figyelj a szabályosságra. Nem tudom hangsúlyozni azt, hogy kezdőknek mindenképpen ajánlott a személyi jegyző. Nagyon sok esetben még középhaladóknak is mindig tanuld meg, a gyakorlatokat szabályosan kivitelezni. Keres fel egy edzőt, fizes ki a pénzt, mert hidd el, hogy hosszú távon, hogyha úgymond szétbaszol az izületedet, akkor sokkal többe fog fájni, szó szerint, meg sokkal többe fog kerülni, hogy azt helyre rag. Lehet, hogy műteni kell, vagy lehet, hogy sose fog helyre jönni. Mindig fontos az, hogy a gyakorlatokat szabályosan csináljuk, figyeljünk a a mozgás tartományra az mindig legyen teljes, ne rángassuk a súlyt, ne rétismétléseket csináljunk, ne csaljunk bele. Ne az egónkat edzük, hanem az arot izmot. Hogyha sikerül leternünk az egónkat, és végre elkezdeni normálisan izomra edzeni, és nem izületre. Utána akkor ajánlom figyelmetekbe a, az izületvédőknek a szedését. Cápa porc, nagyon szuper, nem muszáj tápkiek megvenni az izületvédőt, hanem van ez a cápa porc, én régebben azt szedtem, amikor fáj az izületem, de erre mindjárt visszatérek. Cápa porc az tökéletes izület megerősítésére, szedje kollagént is, hogyha fáj az izületed, fogod érezni a hatását egy pár hónapon belül. A második része a videónak ugyebár a saját tapasztalataim. Tínédzser koromban én nekem miért fájt az izületem? Na most tínédzser koromban szintén nagy használtam, szabálytalanul rengeteg sportsérülésem is keletkezett, ilyen részleges szakadások voltak, izületi gyulladások, inhüveggyulladásom volt. Amiatt fél évet nem tudtam edzeni. Szóval megszívtam, hogy a nagy súly használat miatt. 16 évesen már fájtott a a könyököm, a csuklóm. Mindenem, a gerincem, a derekam, Tehát volt, hogy úgy aludtam el, hogy csillapítót kellett szednem estére, elalvás előtt, Flektorpor, por, mert ugye az ilyen gyógyulás csökkentő, flektort kellett innom 16 évesen, mert annyira fájt a térdem egy lábedzés után. Később rájöttem ugye az idő múlásában, hogy nem szabályosan edzettem, túl használtam, és mondhatnám, hogy majdnem tönkretettem magam, de hál' Istennek időben észhez kaptam, sikerült megtanulnom nekem is ugye a helyes kivitelezést, én is voltam személyedzőnél, és utána kint Ausztráliában ugye egy elég jó, úgymond hát edzőm volt mondhatni, aki értett hozzá, hogy mit hogyan csináljak, és ott kezdtem el mondhatni, magasabb ismétlés számban edzeni, és rájönni arra, hogy izomfejlesztésre nem kell neked nagy súly, hanem az kell, hogy az agyizom közötti kapcsolatot fejlesz, és hogy az arott súlyt az izomból húz, célizomból 20. ugye a célizom dolgozza, ha túl nagy a súly, beszállnak ugye a segédizmok, az izületelet fogod érezni, szóval semmi értelme nincs. Hát igazából így is tettem, lejjebb vettem ugye a súlyokat, ismét számot feljebb és elkezdtem izületvérőt szedni én is, és egy fél év alatt mondhatni, hogy helyre jött. Hát hál' Istennek nem volt túl késő ezen változtatni, de hogyha te így edzel évek óta, és esetleg elmúltál már 20 éves, akkor már kevesebb az esélye, hogy regenerálódni tudsz, szóval jobb minél hamarabb letenni az ego edzést és ténylegesen célizomra edzeni, és nem az izületekre. Ennyit volna ez a mai téma. Ha tetszett, akkor csapass rá egy lájkot, és hogyha új vagy, szeretné hasonló témájú videókat következő héten pénteken is látni, akkor iratkozz fel még több hasonló videóért, és nyomd meg a kis csengőt, hogy jelezze, amikor videót osztok meg. Hétköznap általában a shorts, a rövid videók ö, szoktak jönni, szerdánként liveolni szoktam egyszer TikTokon, egyszer Instagramon, úgyhogy ha érdekel, akkor nyugodtan kövess be, és azt a live-ot, hogyha mégsem látod úgymond élőben, akkor itt meg tudod nézni a YouTube csatornámon. És aki szeretne segítséget kérni, fogyásban, szálkásításban, testátalakításban, az ne habozzon, dobjon egy e-mailt az atppteamhugatgmail.com-ra, vagy látogasson el weboldalra, ami az atpp.hu. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tariá nem voltam, peace!